Folytasd a pocit! Mert hogy? Mert egyiptomi hastáncolni fogunk. Anitával. Az első kérdésem, hogy fiúk is táncolhatnak? Igen, légy szíves, állj be, és te is próbáld ki a hastáncot, és bárki számára nyugodtan végezhető tevékenység. Inkább nők szokták, de nem vagytok kizárva ti sem. És nem ezt fogjuk csinálni. Azt el kell, hogy mondjam. Egyszer mindent ki kell próbálni. Nem tudom, miért hittem, hogy ez a tánc. Az lenne az én fontos kérdésem, ami elsőre megfordult a fejemben, hogy ehhez mi az előnyösebb, a lapos has, vagy a pufi has? Kár egy kis felesleg? Igazából nem kell, lehet, de nem muszáj. Izomzat kell hozzá, azt kell, hogy mondjam. Erős törzsizmok, úgyhogy, illetve csípő, de az mindenkinek van. Sokkal nehezebb és összetettebb műfaj egyébként, mint azt sokan gondolják, és egyáltalán nem csak a hasról szól, hanem sokkal inkább egy izolált mozgás, ami azt jelenti, hogy külön, harmonikusan mozgatjuk a testrészeinket. Átizod a testrészedet a sarokba, és utána hátra. Ja, hogy ez már 8-as? Aha. Very good! Egészségügyileg milyen pozitív hatásai vannak a hastáncnak? Az egészség ugye ez egy komplex dolog, nem csak fizikális egészségről beszéltünk, hanem mentális egészségről is akár. Úgyhogy igazából nyilván nőként önbizalmat ad, és nyilván segít a saját testünk elfogadásában, illetve ahogy említettem már nektek, a törzsizmait használjuk, illetve nyújtjuk, erősítjük, tehát ez mindenképpen egy tartásjavítás eredményez. Úgy érzem magam, mint egy ilyen tégladarab, aki így próbál mozogni. Ugye egy fesztiválon vagyunk, itt mindenféle emberek megfordulnak, magyarok, külföldiek. Hogyan reagálnak a hastánc órára? Nagyon pozitívan, én imádok jönni a szigetre igazából. Mindig nagyon-nagyon jó hangulatok az órák, beállnak kicsik, nagyok, idősek, férfiak, nők, akár táncosok, akár csak tényleg akik erre járnak, és mindig nagyon-nagyon pozitívan fogadják, és mindig nagyon örülnek neki. Szabi, hogy érezted magadat? Kifejezetten jól éreztem magam egyébként ezen a hastánc órán. Egy pozitív csalódás volt, mert hogy gyakorlatilag ez egy néptánc. Igen? Én nem tudom. Te benned ilyen törzsi erők jöttek inkább elő. Én ezt láttam, furcsa volt, de akkor ezek szerint megtaláltad a sportodat. Igen, nem csak átmozgattam az egész testemet, hanem mosolyt csaltam a saját arcomra is, és a Nóri arcára is. Voltak pillanatok, amikor kapkodtam a fejemet, hogy itt egy csavarás, ott még egy csavarás, aztán egyszer csak ki kellett jönni egy 8-asnak, és közben beletettek egy kézmozdulatot, meg egy lábmozdulatot, én már a végén teljesen összezavarodtam, hogy mit kell csinálni, de valamennyire azért sikerült lekövetnem. Jó, megtekeredtek a beleink, én azt tudom elmondani, hogy pont utána már nem éreztem, hogy melyik részem hol van, de most így, amikor végeztünk fel, azt érzem, hogy összeállt a testem. Én abszolút megtaláltam a sportomat, amúgy viccet félretéve. Tehát ez olyan, hogy nem az van, hogy szenvedünk és nyomjuk a súlyokat, hanem végig vigyorgunk. Tehát az, hogy az edzés és az izzadás és a mosolygás nekem annyira eddig nem volt összeférhető téma, de most így megtapasztaltam, hogy ez viszont így király.